Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ma reggel az jutott eszembe, hogy valaki gondol rád a múltból. És mivel úgy éreztem, hogy ez egy fontos üzenet lehet számodra, ezért úgy döntöttem, hogy készítek egy jóslást, hogy ki az, aki gondol rád a múltból, mit akar tőled, hogyan tovább, vagy ha nem személyről van szó, akkor milyen esemény fog történni újra az életedben, ami emlékeztet a múltra. Itt a kártyák jelentik a múltat, vagy ezt a személyt a múltból, és itt a piros színű kártyák jelentik azt, hogy mit akar tőled, vagy miért tér vissza egy esemény az életedbe, hogyan tovább, milyen változások lesznek. Itt valószínű, hogy egy személyről van szó, mégpedig egy férfiről, aki nagyon-nagyon magabiztos, úgy figyelgeti az eseményeket, vannak tervei, hiszen gondol rád, és a kezében ez az arany kehely azt jelenti, hogyan gondol rád. Érzelmekkel, hiszen a kelyhek jelentik az érzelmeket, de még kicsit olyan várakozónak tűnik a képen. Itt látható az igazságtalanság, tehát ezt éltétek át a múltban. Lehet, hogy ő volt igazságtalan veled szemben, amit megbánt, hiszen töpreng, vannak álmatlan éjszakái, valamit szeretne javítani a dolgokon. Nem fog rohanni, hiszen először még így kipiheni magát, elgondolkozik a dolgokon, megvan az elképzelés, ez látható itt a háttérben, ez a kép. Tehát meditál valami felett, vagy vár arra, hogy megnyugodjon a helyzet, vagy elgondolkozik azon, hogyan tudná azt, ami a múltban történt, ezt az igazságtalanságot megjavítani, hogy bocsánatot kérjen tőled, nem tudja, hogy fogsz reagálni majd erre. Ami a jövőt illeti, az itt látható. Újra megvan ez a királyi tartása, ez a büszke tartása. Itt a kehely van a kezében, tehát az érzelmeit jelenti, és itt a bót az a tűz elemét, a lelkesedését, vagy egy testi kapcsolatot. Lehet, hogy vannak ilyen tervei, hogy kimutatja az érzelmeit, de szeretne veled egy intim kapcsolatot kialakítani. Itt nem csak szenvedélyekről van szó, hanem érzelmekről is, amit már itt is mutat, hiszen a kezében van ez az arany kehely, ami jelenti az érzelmeket, átnyújtja számodra, kimutatja az érzelmeit, de ez a fiatal fiú utal a te tartásodra, mégpedig vagy nem veszed ezt észre, hogy milyen érzelmekkel közeledik hozzád, vagy megsértődtél, hiszen igazságtalanul bánt veled a múltban, és nem akarod elfogadni ezt a kelyhet. Ő változtatni fog a taktikáján, észreveszi azt, hogy elutasító vagy, másképp fog közeledni, mégpedig ezzel az arany éremmel. Ez lehet anyagi segítség, vagy lehet egy munkahelyi kapcsolat, hiszen az anyagiak és a munkahely összefüggésben áll. Amit ez a kártya még jelenthet, azok a belső értékek, hogy ő kimondja azt, hogy te mennyire
értékes vagy számára, és nem akar ő téged elveszíteni. Mivel itt az aranyérem nem csak a belső értékeket jelenti, hanem az anyagiakat, a munkát, a hivatást, itt ezen a képen látható egy munkahelyi változás. Elbúcsúzik a régi munkahelytől, és keres egy új munkahelyet. Ez a kép azt is jelenti, hogy sokat tanult. A múltban hibázott, de ezúttal jóvá szeretné ezt tenni, és megbecsül téged. Kimutatja azt, hogy szeret, hogy vannak szenvedélyek, és kimutatja azt, hogy értékes vagy számára. De te bizonytalan vagy, nem tudod, hogy mit tegyél, elfogad-e ezt a közeledést, vagy inkább mondj nemet. Mert ez a bizonytalanság azt is jelentheti, hogy félsz attól, hogy valami megismétlődik, és ugyanúgy lesz, mint a múltban, akkor is, ha mást ígérget. De ő betartja a szavát, hiszen átnyújtja ezt az arany érmét. Tehát értékel téged, vagy segít neked anyagilag, vagy lesz egy közös tevékenység. Ez a kép azt is jelenti, hogy kap egy lehetőséget, és lesz egy munkahelyi változás nála, és itt a kettes szám az utal rátok, de ami a munkát, hivatást illeti, jelenthet egy szerződést is. És itt vannak a lehetőségek. Az élet átnyújtja számotokra az anyagi biztonságot, egy jó munkahelyet, vagy a megbecsülést a párkapcsolatot illetően. Ő érzi ezt a könnyűséget, de nem akar könnyelmű lenni, hiszen még bizonytalan, nem tudja, hogy te elfogadod-e ezt az ajánlatot, elfogadod-e ezt a közeledést, nem tudja, hogy mi történik. Egy lépés előre, egy közeledés hozzád, megvan a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. Ez az ő bizonytalanságára utal. És ez volt, ez az általános jóslás. Természetesen megvan a lehetőség arra, hogy kérd ezt a jóslást, mi vagy kitér vissza a múltból, hogyan tovább. A díjam 4000 forint. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!